A Vörösmarty Mihály könyvtár pedagógiai részlegén a Finn csoda nyomában Finnország oktatási rendszere címmel szerveztek előadássorozatot. A négy részes program szeptember 30-án hétfőn zárult. Horváth Adrián, a Vörösmarty Mihály könyvtár igazgatója elmondta, az előadás sorozat a Finn baráti kör kezdeményezésére jött létre. Az előadások előtt kaptunk egy mini kiállítást is, amit a pedagógiai könyvtárnak a folyosóján kapott helyet. És úgy gondoltuk, hogy mivel a könyvtár nem egy klasszikus kiállító hely, tegyük hozzá a könyvtár vonalat is, magát a könyvtárat, és ezért jöttek az előadások, hogy akkor járjuk körbe több szempontból a Finn oktatási rendszert magát. És tulajdonképpen egy hónapon keresztül hétről hétre különböző előadókkal, ezt próbáltuk meg bemutatni, és így kiegészíteni, színesebbé tenni a kiállítást. A finn oktatási rendszer az egyenlőségen, a bizalmon és a rugalmasságon alapul. Az iskolák meglehetősen széles autonómiával rendelkeznek a tanárok és a diákok szempontjából egyaránt. Erről beszélt Varga Zsuzsanna könyvtáros. A legfontosabb az, hogy a finn társadalomban a finn emberek azok a közmegegyezésre, a toleranciára törekszenek, és így kialakítottak egy olyan oktatási rendszert, ami kormányokon átível. Tehát van egy olyan nemzeti minimum, amiben mindenki megegyezik, nem kérdőjelezik meg, óriási finanszírozási hátterük van, amivel kialakítottak egy egységes könyvtári rendszert és egy egységes iskola rendszert. Ugyancsak szeptember utolsó napjáig volt látogatható a Vörösmarty Mihály könyvtár pedagógiai részlegén a Tanárok Finnországból című kiállítás is, amely nagy népszerűségnek örvendett.